Sziasztok! Egy új bemutató videóval elérkeztem. Apus M1-es verziójú titováló géppel, és pillanatokon belül megtudjátok azt, hogy miért erre a gépre került sorválasztásom, hogy miért is ezt a gépet választottam, és miért erről csinálok egy videót. Tehát nézzük! Gépünk megérkezik, drága jó csomagkülőszolgálatunkkal, jó kis dekoratív dobozban. Rajta a logójuk, amit amúgy így kell nézni. Egy A betű, mint az Akusz jelzése. M1-es verzió, illetve egy nagyon jó kis kemény, masszív, de viszont minőségi dobozban. Kis cipzárfülekkel, illetve hátul a két fiúból az egyik fiúnak a Signature logója. Oli és Helga csinálta ezt a gépet. A két fiúról azt kell tudni, hogy ők Németország legnagyobb tetoválógép gyártójánál dolgoztak, mint tetoválógép tervező mérnök. Tehát nem két olyan emberről van szó, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit csinálnak, hanem kettő olyan emberről van szó, akik igenis éveken keresztül ebbe az iparba dolgoztak, és tudják, hogy mit lehet kihozni, és mi kell a tetoválóknak. Na, bontsuk ki! Eltávolítjuk ezt a kis papírocskát, majd megjelenik előttünk a már említett szép kis dobozunk. A doboz kinyitásával jelenik meg előttünk egy kis infográfikus rész, ahol feltüntetik azt, hogy ugye itt van a gép, itt van az akkumulátor, egy darab akkumulátor itt van, a másik már benne van a gépben, illetve egy 4,5 mm-es stroke, egy 3,7 mm-es stroke és egy 3 mm-es. A 3 mm-es stroke az folyamatban van a gyártása, az hamarosan érkezik. Amit elsőnek látunk, ugyebár ez a felület, illetve innen kivéve láthatjuk a cég logót, illetve az információs papírokat, mint például a gép szétszereléséről, hol kell megfogni, hogy kell kicsavarozni, hogy kell behelyezni az új stroke-ot, majd hogy kell visszahelyezni, hogy kell fixet tenni, és ugyebár, hogy mit nem szabad. Tehát azokat nem szabad. Illetve a másik oldalán a bekapcsolás, illetve a üzembehelyezési információk, ugyebár, hogy ezzel a grip markolatnak a tekerésével ugyebár adjuk a tű hosszúságát, hogy mennyire jöjjön ki, illetve mennyire maradjon bent a tűnk. Ez már ismert más gépekből is, ugyebár aztán itt van, hogy a hátsó része eltekerésével jutunk hozzá az a részhez, ahol a akkumulátor ki tudjuk cserélni a feltöltött akkumulátorra azt, amiket már lemerült. Illetve az, hogy hogy kell bekapcsolnunk, ugyebár melyik gomb mit csinál itt a kezelőfelületeken, illetve majd ez az érdekesség lesz, amit hamarosan elmondok. Amiről annyit kell tudni, hogy a gép összesen úgymondva 6 fokozatban állítható. Az állíthatóságok pengépeknél már előfordult, más gépeknél is, ugyebár hát lentebb veszük a fordulatot, fentebb veszük a fordulatot. Viszont ez a gép tudja azt, amit még egyik gép sem. Tehát van olyan gép, amelyik tudja azt, hogy lágyítok, tehát gyengébb lesz a motor teljesítményre, másik gomnyomásra erősebb lesz a motor teljesítmény, ez eddig oké. Okay. Viszont ez a gép ez azt tudja, hogy három szinten tudod lefele gyengíteni a motort, illetve három szinten tudod felfele erősíteni a motort. Ezt úgy éri el, hogy a gépnek a watt számot veszi el. Tehát így lesz belőle 2 wattos, 5 wattos, 3 wattos, 7, 8, 9 wattos motor. Ami azt jelenti, hogy ugyebár így az erősséget is állít. Tehát ha mínusz, van egy nulla fokozat, az M0, az a standard, aztán onnan van lefelé mínusz 1, mínusz 2 és mínusz 3, minden egyes lépcsővel gyengébb a motor, még annyira gyenge nem lesz, hogy igazából annyira finoman bánik a bőre, hogy úgy érzed, mintha az injektálnak lenne egy lágy szár benne. Az M2-essel, meg az M0-ással az injektálnak a közepes szára, az M0 és M plusz 1-es az az injektálnak a erősebbik szára, és az M3-as az az injektálnak a fix szára, ami a legerősebb, ugyebár amikben nincsen lágyítás. Ezt így kell elképzelni, hogy ezekkel a fokozatokkal azt érjük el, mintha cserélnénk benne ezt a bárt, ezt a szárat, mint az injektálnál, hogy lágy szár, közepes
soft hard medium, ugyebár így van benne. Aztán ugyebár itt látható egy információs rész, hogy melyik részt lehet vegyszer nélkül takarítani, amit nem szabad vegyszert hozzá használni, illetve van egy olyan rész, amelyiken mutatja, hogy melyiket lehet autoklávozni, illetve vegyszeret akarja, tehát a gép teljesen szétszedhető. Illetve itt mutatja azt, hogy melyik azok a részek, amiket zsírozni kell, illetve hogy hogy van a kikapcsolás, 4 másodpercig nyomjuk hosszan az indító és a pause gombot, ugye a bekapcsoló gomb is egybe, és aztán egy hosszú Z betűvel ki is kapcsol nekünk. Igazából tudni kell azt is a gépről, hogy 5 perc után magától kikapcsol. Tehát ha kimész cigizni, vagy meginni egy kávét, és úristen elfelejtett kikapcsolni a gépet, nem kell visszanolodnod, 5 perc és magától kikapcsol. Aztán ugyebár az alkatrészlista, hogy mik találhatók a dobozban, a dobozon kívül persze természetesen. Fiú viccesek, kotongumi is található benne, ezt a géptestre kell ráhúzni, ez nagyon jó. Ugyebár említett matricák találhatók benne, így a hely is. Aztán van benne ugyebár az akkumulátorról egy védelmi nyilatkozat, hogy hogy kell velük bánni, stb. Illetve a töltőről. Található még a dobozban tartalék gyűrűk, illetve egy darab tartalék műanyag. Már ezt mindjárt mutatom, hogy hova való. Ugyebár ezt leemeljük, és akkor itt megjelenik minden. Na tehát van egy ilyen tartalékunk is. Hogyha esetleg eltűnik, akkor ezt bármikre ki tudjuk cserélni. Elég egyszerűen. Na, tehát nézzük, ugyebár ezt eltávolítottuk innen, és akkor nézzük, hogy mi is van itt. Ugyebár említett két darab akkumulátor az itt helyezkedik el, 18500-2000 mAh-es akkumulátor. Ez az akkumulátor található meg minden más gépben, illetve az elektromos cigikben is, hogyha valaki esetleg nem akar külön berendelni, bemész az elektromos cigiboltba, és rendelsz hozzá egyet, vagy veszel pár euróért hozzá. Aztán ugyebár itt található a töltőnk, a kábellel, egy darab kulcs a gépnek az első részének a leszedésére, ezt hamarosan mutatom, hogy hogy van. Egy darab imbuszunk, ugyebár itt ez azért funkcionál, mert ezeket úgy lehet cserélni, illetve a gép. Na nézzük a töltőnket, az egy 2 befogatásos töltőről van szó, egy darab kis kijelző van minden egyes cella részhez. Ez annyit mutat, hogy sötétkék, mikor fel van töltve, fehéren világít, mikor még le van merülve. Ez FST által fogalmazott töltő egység. Nagyon sok minden nem kell róla tudni, tölt. Ennyi. Közel 2 oroszat tölti fel a gépnek az akkumulátorát, ami le van merülve. A gép akkumulátor közel 4 és 6 oroszára mondanám azt, hogyha elég erősen használod, akkor annyit kibír bőven. De aki általában, mint én, hogy realisztikás vagy finoman dolgozik, annaknak többet is, de bőven elég a 4 és 6 óra hossza. 2 perc alatt kicseréled az akkumulátort, tehát nem egy nagy ördöngőség. Tehát nézzük, ha előveszik a gépet, közben elmondom azt is, hogy miért erre került a sor. Tehát ugyebár az, hogy pengép, állítható erősség, illetve az, hogy akkumulátoros, ez nem újdonság. De viszont az, hogy a gépet szoftveresen tudod, tehát gomnyomásra tudod lágyítani, illetve erősíteni, plusz ugyebár a gyorsaság és a lassúság, illetve még ezeket is ki tudod cserélni, a stroke-okat, hogy a löket az 3 mm, 3,7 mm, ami benne van, illetve 4,5 mm legyen. Tehát igazából ezek egy nagyon jó dolgok benne. Akkor nézzük, ugyebár a gépnek, mint a leírásban is láthattuk, az akkumulátor behelyezése, ezt a részt megfogva, itt van a markolat, ezt el kell tetekelni. Ezek funkcionális dolgok, tehát ide tesszük őket bele, hogy ne guruljon el, meg stb. Aztán, ugyebár itt van az akkumulátorunk, ezt betesszük a töltőbe, és akkor majd ő ott szépen tölti, előveszük az újat, a mínusz jön ide lefele, és kész is. A géptest ezen a részén található egy USB nyílás, egy micro USB, ami nem töltésre alkalmas, ő software update, tehát a szoftvert tölt bele frissíteni. Tehát a gyártó úgy gondolta, hogy a későbbiek folyamán, hogy még jobban igényekre lehessen szabni a gépet,
lesznek szoftver frissítések, ami ugyebár a megahertz változtatását fogja, az erősség változtatása, a motor, illetve az akkumulátor élettartamát fogják befolyásolni. Ezeket egyszerűen számítógépről le kell majd tölteni a tetoválógépre. Igen, a tetoválógépre töltöd le. És innentől kezdve új szoftverrel megy. Na, nézzük! Visszapakoljuk ugyebár ezt a kis felső részt. És innentől kezdve már start. A gép bekapcsolása 2-3 másodpercig kell nyomnunk ezt a gombot, 5, és akkor fog nekünk egy hello-val bekapcsolni a gép. Látjátok, be is kapcsolt, jelen pillanat 87 MHz-en van, 2-es erőssége és teli van az akkumulátor. Na most ugyebár, ami érdekes ugyebár az annyi, hogy megnyomjuk, elindult, ennyi a hangja, elindult, illetve megáll. Hát ez eddig oké. Okay. Aztán ugyebben megint indítjuk, leszük lefel. Lentebb megy, ha nyomjuk, akkor pedig 140 MHz-ig, elég gyorsan. A kijelzőn, amit még tudni kell, mutatja, hogy hány MHz-en dolgozunk, illetve azt, hogy milyen módban vagyunk, tehát most M+2-ben vagyunk, tehát a legerősebb módban vagyunk, illetve hogy áll nekünk az akkumulátorunk. Na tehát, kikapcsoljuk, és ha ezt a gombot hosszan nyomva, elkezd villogni nekünk felül az M2-es, és akkor egy gombnyomása már M1-es lesz, illetve M... Apá, fájja. Na tehát M2, M1, M0, mínusz 1, mínusz 2 és mínusz 3, amire azt kell tudni, hogy bár minél lentebb megyünk, annál jobban lágyít. Tehát ennyi az egész. Megnyomod, beállítod, tegyük fel M1-esre, és már mehet is. Hát ezt túl erősnek érzed, nyomod egy kicsit hosszan, elviszed 0, mínusz 3-ra. Már rögtön lágyabb lett a gép. Na ez az, amit nagyon sok gép nem tud, és ezért lett ez a gép az én választásom. De még ez még nem is semmi, mert ugyebár elég sok gép tudja már az, hogy két gombnyomással lesz belőle satírozó, tehát elveszi a motor erejét, két gombnyomással meg visszaadja a motor erejét, ugyebár ezt az AVA EP9-es is tudja, de viszont az, hogy ennyi formában tudod te lágyítani magadnak, tehát az ezt tudja. Tehát ha nagyon erős az M2-es, akkor leveszed M+1-re, vagy még lentebb, érted? Tehát teljesen. Aztán ugyebár az akkumulátor cserét azt már megnéztük, itt maga a géptest, itt található a markolat, aminek a tekerésére ugyebár itt a tűnek a mélysége kintebb és bentebb állítható, teljesen 5 mm-ig. Őt levesszük, és jön ez a kis szelszám, ami egy 3D nyomtatott szelsz, kis kulcsnak mondanám igazából, ja, kulcs legyen kulcs a neve. Aztél az a mozdulat ide helyezve, itt megfogjuk a gép testet, és letekerjük. Miután letekertük, ugyebár ezt a részt már ide is helyezzük, így. Majd ezt a részt ide helyezzük, és itt van a gépünk. Azért kapcsoljuk ki, az a biztos. Így kapcsol ki, hogy kis Z betűk vannak ott. Itt található a motorunk, egy VHBL motor van benne, általában minden minőségi gépnél ez meg is található, illetve itt van a 3,7 mm-es sztrókunk jelen pillanat. Őt egy lazon mozdulattal, el is távolítjuk. Kivettük, és én úgy döntöttem, hogy most ma lesz egy kontúros, akkor beteszem a 4,5-öst, vagy tradicionális, hogy teljesen, de ennyi. Aztán visszatettük a motorrészt, megfogtuk ezt, ugyebár természetesen ezt a részt meg kell zsírozni, ugyebár mert a súrlódás végett. Aztán egyszerűen visszatekerjük ezt a részt, egy picit erősen kell meghúzni, itt a leírásban is megtalálható. Majd visszatettük a markodot, és kész. Kész van. Tehát innentől kezdve egy laza, maximálisan 2 perc, de hogyha nem videókészítés közben folyik ez, akkor 1 perc alatt megoldható. Megpróbálom mutatni nektek.
a tűnek a mozgását, hogy mennyire lehet őt lelassítani. Tehát most jelen pillanat egy 96, ami azt jelenti, hogy olyan 7 volt körül mozog a gép. Így, ugye itt vannak az információk, hogy milyen erősséggel vagyunk. Vegyük le, minusz 3-on vagyunk, és akkor vegyük le teljesen a gépet. Most feltettük plusz 2-re, ami azt jelenti, hogy még lentebb tudom venni. 36 Hz-re, tehát így. Így mozog a kis gépecske. Tehát rettentő lassúra le lehet venni. Ugyebár ezen felül elveszem neki az erősséget, és innentől kezdve már lágy is a gép. Amit tudni kell róla, hogy ha erősen megfogod a tűt, akkor ugyebár rögtön lezár, tehát leállítja a motort, azért, hogy ne legyen neki károsodása, és kiírja azt, hogy error, blokkolva van a tű. Tehát ezt mindjárt megpróbálom nektek megmutatni. Tehát itt elindultunk, és itt meg fogom fogni a tűt. És már ki is írta. Onnantól kezdve, mint láthatjátok, aztán egy gomb nyomással újra minden a régi. Tehát védi a motort abból, hogy ne tud megölni igazából. Egy kis védelmi funkció, nagyon jó, ugye most jöttem le. Tehát a gépre azért esett a választásom, mert azon felül, hogy akkumulátoros pen, volt már több akkumulátoros pen gépem, azon felül, hogy állítható a gyorsaság, ugyebár minden gépnél, nagyon könnyű, amúgy amit még akartam róla mondani, hogy a gép az, itt van neki a súlyközpontja, ezen a részen. Tehát amikor a gép a kezedben van, nem érzel ezt a 180 grammot. Hisz teljesen lefele billenti neked a súlyközpontot. Tehát amiért erre a gépre esett a választás, ugyebár az, hogy akkumulátoros, pengép, ez egy nagyon jó dolog. Viszont ez a három állíthatósági lehetőség, három lefele, három felfele a motor erőssége. Ezt úgy elkezdünk tudni, mintha tekercses géped lenne. Tehát te magadnak állítod azt, hogy mennyire legyen erős a gép. Tehát igazából egy tekercses gép. És megvan neki a sejjennek az erőssége. Viszont ugyebár itt van ez az állíthatósági lehetőség, itt megahertzben adjuk meg azt, hogy most hogy dolgozik a gép. Hogyha elgondoljuk azt, hogy a voltot adunk meg, akkor van 5 volt, 6 volt, 7 volt, 8 volt, vagy ki hogy szokta nyomkodni, 7,5, 8, 8,5, stb. Itt meg a hertzben vagyunk. Tehát mikor lágyat kérünk a géptől, hogy lágyan dolgozzon nekünk, akkor ő leveszi a megahertzet, tehát nem így lesz a megahertz hullámja neki, hanem így. Tehát a tű nem így fog dolgozni, hanem így. Bennmarad, majd kihúzza. Bennmarad, majd kihúzza. Tehát így lesz az injektálnak az az érdekes látságja. Tehát itt ezekkel tudjuk elérni azt, hogy legyen egy injektánk és egy sejen gépünk, illetve három gépünk van egy gépbe benne. Mivel tudjuk ezeket változtatni. Tehát kiveszed, felrakod a másikat, és egy az egyben már egy másik géped van. Tehát nem kell három gépet vásárolni, nem kell egy 3 mm-es gépet vásárolni, nem kell egy 3,5 mm-es gépet vásárolni, nem kell egy 4,5-öst vagy 5 mm-est, mint ahogy ezt tudjuk a többi gyártónál is lehet külön vásárolni, ugyanilyen szép feketét, csak más márkával, hogy vegyél egy 3 mm-es, de hogyha erősebbet akarsz, akkor már vegyél egy 4 mm-es, de hogyha már nagyon ilyet akarsz, akkor vedd meg az 5 mm-es is. Ez háromszor 1000 eurókba kerül. Most ez a gép egyszer 1250 euró, viszont három géped van egy gépbe benne. Tehát itt teljesen saját magadra tudod szabni a gépet, hogy te milyen géppel szeretnél dolgozni az adott pillanatban. Hogy erős gépet szeretnél, vagy lágy gépet szeretnél.
3 mm-es löket távja legyen neki, vagy legyen 4,5. Későbbiekben szerintem jönni fog az 5 mm-es is. És ezt pillanatok alatt meg tudod változtatni, tehát nem kell hozzá 10 perceket szerelgetni, nem kell szétszedni annyira a gépet, tehát egyszerűen csak a hátsó részt letekerni, az első részt levenni neki, kihúzni, berakni az új sztrókot, visszadugni, és ugyanúgy fóliásan minden maradhat, és már mehet is tovább a munka, nem kell szétbarmolni olyan szinten a gépet, hogy most le a fóliát, lesz törölgetni, kivenni, becsavarozni, bedugdosni, vissza a gumit, vissza a markolatot, tehát ez egy sokkal praktikusabb. Igen, tehát ugye az ára az nem az olcsó kategóriába tartozik, 1250 euró, tehát ez több mint 500 000 forint, viszont három gépet kapsz egyben. Tehát ez a része átgondolkodható. Maga a cég az közel másfél éve figyelem őket. Tavaly volt az első prototípusuk, sajnos arról lemaradtam, későn írtam rájuk, így már nem tudtam a prototípust kipróbálni. Viszont ebben az évben már volt sikerem találkozni velük a Berlini Tattoo Expo-n, és beszélgetni velük személyesen, és nem csak a social médiában beszélgetni velük, mint SM üzenetek, meg stb. Nagyon rendes, nagyon korrekt fiúk, azt mondták, hogy ha van kedvem, akkor próbáljam ott ki a helyszínen. Ki is lehetett próbálni, volt a festék, tű, minden. Ott megnyerte a tetszésemet a gép. Aztán hazajöttem és fel is vettem velük a kapcsolatot, hogy akkor én szeretnék egy ilyet rendelni. És aztán meg is érkezett. A postázás ez nagyon gyorsan történik. Szinte másfél nap után itt volt a gép. Úgy, ahogy kell lennie. És igen, kicsit szokatlan volt ugye az első két nap ezek a beállításokat megszokni, hogy az én kezemhez mégis, mikor kontúrozott, mikor kitöltök, mikor nagy tű van nálam, mikor kicsi. Ez egy két nap alatt megszokható, és aztán pillanatok alatt tölt, hogyha most én itt light shot-ért akarok, akkor két-három nyomkodás, és mondhatok, ez már egy light szárú géped van. Ha itt meg kell egy kontúr erősebbik rész, akkor felnyomod, és mondhatok, ez nyomod ezt. Az akkumulátor amúgy igazából 4-6 orosszát bír, bőven elég 2 orosszát feltölt. Igen, próbálok, hogyha úgy van, akkor próbálok videót meg fotót bevágni a végére, hogy mit sikerült vele alkotni, és mennyi idő alatt lényegesebben gyorsabban tudok vele tetoválni, és ugyanabban vagy jobb minőségben, mint amit eddig csináltam. Majd a videó elejére, vagy videó teljesen mindig bevágom, meg be fogom írni, hogy nem szponzorált videóról van szó, tehát semmilyen megkérés nem történt, hogy megkértek volna, hogy én csináljak erről egy videót, ezt én saját magamtól csináltam. Ezért is említettem meg a másik két márkát, hogy ne legyen az, hogy én csak erről a gépről beszélek, de viszont tényleg ez egy nagyon jó gép. Remélem, hogy nagy jövője lesz neki, én nagyon hosszú távon szeretnék velük együtt dolgozni, várom a többi prototípust is, hogy milyenek lesznek, és akkor remélem azokkal is tudok majd nektek jelentkezni. Ha bármilyen kérdésetek van a géppel kapcsolatban, mit kell tőle tudni, hol lehet megrendelni, akkor nyugodtan itt a komment szekcióban tegyétek fel nekem, próbálok minél hamarabb válaszolni. A gépet pedig ugyebár megtaláljátok a www.akustatummachine.com oldalon, és akkor ott is további információkhoz fogtok hozzájutni. Remélem mindent elmondtam. Jövök, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok!